Hello. 7 évesen kezdtem cellózni, 9 évesen korengedéllyel megnyertem az országos csellóversenyt, és 11 évesen a Budapesti Zenakadémián a rendkívüli tehetségek tagozatán kezdtem el tanulni. Akkor tök egyedül, olyan fiatalon, abban a hatalmas épületben, amit Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolának hívtak akkor. Figyelem a mainstream médiában, hogy mi a helyzet, illetve mit próbálnak nekünk elhazudni. Nagyon sajnálom, hogy hatalmas a kus a Zeneakadémia részéről. 11 éves fejjel, amikor a Zeneakadémiának a lépcsőit hát, koptattam, még egyszer mondom, egyedüliként abban a korosztályban, um, hát sok mindent láttam. Sok mindenre emlékszem, és sok mindent tudok. És nagyon sajnálom, hogy hatalmas a hallgatás ismét, itt a komoly zenei showbiznisz berkein belül, mert most már csak showbizniszről beszélhetünk, akkor még más volt, akkor még voltak igazi professzorok. Most is vannak, csak azért ledöbbentem, hogy ugye a indexből értesülne, hogy mindenki, szinte mindenki, kivétel nélkül aláírta nyilatkozatot. Nagyon furcsa, hogy most, amikor már nem ülnek, illetve még nem ülnek a nyakunkon bizonyos külső erők, Uh, teljes a kus, teljes a hallgatás a szakma részéről, és ugyanazt az úcska gyávaságot látom, és egyoldalúságot, amit már akkor is tapasztaltam az Átkosban, amikor én oda bekerültem a Zeneakadémia csodálatos falai közé. Jó, valam, mindenkit ismerek, szinte mindenkit, uh, egy Gyurit is, 11 évesen a Zeneakadémia aulájában a ruhatárnak a márvány kis uh, pultján, ott csücsültem a többiekkel, és sokszor egyedül esténként figyeltem, ahogy most egy Gyuri, mint egy ilyen régi zene, historikus zene expert már akkor is, egy csodabogár, egy igazi közösségi személyiség, aki egyébként tényleg fölépített már akkor, és ment, mint a tank. Egy igazi művész, egy igazi csodabogár volt, ahogy én láttam 11 éves fején, nem bírom, hogy ismétlem ezt a számot. Messziről figyeltem őt, és azt láttam, hogy ő más, mint a többi hiába próbálják meg mostan a nagy médiában az ellenségek, a kultúra ellenségei és a középszerű vagy az egyszerűen nettó kutyaütők, őt most szétszerni, politikát belekeverni, stb. Most, hogy Gyuri már akkor is bizonyított, és nagyon örülök, hogy sikeres, és nagyon örülök annak, hogy egy csomó pénzt kapott arra, hogy minőségi zenével hát boldogítsa ezt a, ezt a szerencsétlen nemzetet. Minket, magyarokat. Mondom még egyszer, sok mindenre emlékszem, sok minden tudok, úgyhogy remélem, hogy ez a kis videó valami kis zavart fog okozni az erőben, bár sok reményt nem fűzök hozzá, mert a hallgatást azt már ismerem a magyarországi körülmények között, ezért is hagytam ott az országot elég korán. De mindig visszajártam, és a diplomámat is letettem az akadémián annó. És egyébként hozzátartozik, hogy a pályát 33 évesen elhagytam, miután bejártam a félvilágot. Uh, nem véletlenül. A lényeg az, hogy azt mondták, hogy én tényleg baromi tehetséges voltam, de nem voltam szent ember, figyeltem és utáltam gyakorolni, viszont elég sok minden sikerült és jól működött. És az a helyzet, hogy nagyon szeretném, hogyha végre kikerülne egy kicsit a szennyes az asztalra, hogy beszéljük meg a dolgainkat, így nyilvánosan. Én nagyon szívesen egyébként részt veszek bármilyen nyilvános beszélgetésen, akár a mainstream médiában is, hogy ezután a videó után engem meghívnak esetleg. Nem szívesen teszem egyébként, mert uh, nem szeretek faltorúkos lenni, de sokszor az életemben kénytelen voltam így viselkedni, mert hiába vártam másokra. Amit megtanultam az 51 évem alatt, hogy a bátorság nagyon hiányzik, felkészültség nagyon hiányzik, a középszerűség az ordít, és egyre jobban megyünk le a dekadenciába a szellem és a kulturális uh, szinten Magyarországon. És nem, ez nem a kormánynak a hibája, ez a belterjes úcska uh, maffiáknak a hibája, ami sok-sok évtizede már Magyarországon létezik, és nem akarják, hogy esetleg mások is a labdába rúgjanak. Ez teljesen világos, ez nem politikai uh, álláspont kérése. Belülről láttam mindent. Tudok majdnem mindent, és nagyon szívesen kiborítom a bilit, csak akkor beszélgessünk. Ugyanis szégyenletesnek tartom azt, hogy miután bizonyos emberek azt mondják, hogy a, a művészetnek szabadnak kell lennie, vagy amikor a hármas tagozódás hozzák fel példaként, hogy hogy a szellemi életet nem befolyásolhatja a gazdasági élet és a politika élet, stb. stb. Ez oké, okay, ez szép lenne, mint utópia most legalábbis. De ezt csak úgy lehetne megvalósítani, hogyha a szellemi életben lévő alkotó művészek uh, olyan morális és etikai uh, szinten lennének, amely ezt megengedheti. Tehát, ahogy mondta egy régi nagy amerikai politikus, hogyha igazán jól meg akarsz ismerni valakit, egy időre, egy rövid időre nagyon sok pénzt adjál a kezébe. Na kérem szépen, nem akarok itt túlságosan sokat locsogni. Röviden és tömören. Én arra emlékszem, hogy még az Átkosba, de utána is, a Zen akadémiáról beszélek, azok voltak az első többek között meghatározó élmények, amikor például bementem közismereti órákra, én a Balettintézetbe kellett járjak, ugye, mint fiatal cellista, titán, nem mehettem tovább a, a, az általános a zenei általános iskolában közismereti órákra, tehát én a balettintézetbe kerültem be közismereti órákra, a balettesek közé, mint szinte egyedüli vonós Hát az is egy élmény volt nézni a baletteseknek a hierarchiáját és az ottani világot. Arról is lehetne beszélgetni érdekeseket, a, akár a mainstreamben, mainstream médiában nyilvánosan. Nem ártana egy kis tisztulás ott is egyenesen. Szóval amikor ilyen közismereti órákra jártam a, az állami balettintézetben annó, és mellett átsétálva az zenakadémián akadémián sok mindent láttam, ahogy már mondtam nektek korábban, amire nem szívesen emlékszem. Olyan extremitások is voltak, hogy bementem az életem első, uh, jól emlékszem, filozófia órájára, és egy bizonyos Tóth Anna nevezetű hölgy úgy kezdte, hogy berontott a hatalmas testi adottságaival, és a következőt mondta az ott ülő 40-50 művészpalantának az egyetemi előadóba, akkor még főiskola volt az zen akadémia, hogy ő bizony, zsidó és kommunista. És akinek ez nem tetszik, pont, pont, pont. Megdöbbenve tapasztaltam, és egyébként erről írtam a felületeimben korábban néhány évvel ezelőtt, hogy senki nem állt föl, és nem hagyta ott ezt a nőt. Sajnos ez nem volt egyedi eset akkor. És ez nem a zenei tárgyakra voltak jellemzőek. A zenakadémia mindenki tudta már akkor is, hogy a professzorok között, a tanárok között, kik azok, akik jobboldali érzelmek, kik azok, akik baloldaliak, kik a másvallásúak, Kik alkotnak bizonyos klikkeket, kik a homoszexuálisak. Mindenki tudott mindent. Ez a tipikus Anderszeni mesének, a király új ruhájának a, a milliója volt. És ahogy én mondtam korábban, ebbe az egész vircsavban én 11 évesen csöppentem bele. És mivel, hogy a felnőttek általában a gyerekek előtt nem nagyon szoktak vigyázni túlságosan, hogy mit ejtenek ki a szájukon, sajnos, ezért sok minden belém Úgyhogy. De nem akarok plegykálni, mert egy nagyon jó barátom, aki már nincs közöttünk, mondta, hogy Frici, nincsen nagyobb tömegpusztító fegyver a világon, mint a plegyka. De ezzel egyetértve azt kell, hogy mondjam nektek, hogy most már elegem van nekem is, és mivel, hogy én nem tartozom a zenei virtsaft közé, sem Magyarországon, se külföldön, már bár elég jó referenceim vannak, és Elég komoly emberekkel és komoly koncertekben játszottam jó pár évet, annó, 33 éves koromig, amíg bírtam, és a kardiológusomnak a tanácsára akkor váltottam és ott hagytam ezt az egészet, és kamerát fogtam a kezembe, hogy az én édesapám az a magyar királyi televízióban volt gyártásvezető annó, egy nagyon nehéz ember volt, de talán a nyomdukaiba lépve valamit tudtam én is előre lépni a családi fejfán. Na, a lényeg az, hogy szégyen is gyalázat, amit művelnek, és amit tudósítanak például az Index hasábjain a Zen Akadémia mostani állapotáról. Elkeseredve és szomorúan olvastam a full listát, az aláíróknak a nevét, akik tiltakoztak a Csák János miniszter döntése, illetve próbálkozásai kapcsán. Ismerem az aláíróknak a nagy részét személyesen, éveket töltöttem el együttel, és... Már akkor is pontosan világos volt, hogy ki hova húz, hogy viselkedik milyen ember, köztük vannak kiváló emberek, de a többségük szarember. Ezt így kell megmondjam, én nem vagyok politikus, nyugodtan beszélhetek egyenesen, és amit például Csák János nem mondhat ki, őt is ismerem elég jó személyesen, az élet, a sors érdekes emberekkel hozott engem össze, azt tudom mondani, hogy maximálisan meg tudom érteni az ő kapálozását, és adná Isten, hogy például a Keller bandit, uh, hát igen, kinevezzék, vagy egy más uh, szólistát, vagy igazi zenészt, mert ugye a szólisták között sok a szakbarbár, instrumentalista, de kevés az olyan, aki mondjuk tud esetleg blattolni, tehát lapról olvasni a szólisták közül, és esetleg még egy zongora mellé leülni és néhány harmoniát összerakni összhangzattan tudással, ami nekem mindig egy nehézség volt, ez bevallom férfiasa, tehát nekünk nem szakbarbárokra van szükségünk, hanem profi zenészekre. Most a diakról én nem akarok mondani semmit, tudjuk, hogy hogy működnek, de egy biztos, egy intézménynek az élén nekem ne egy, mit tudom én, egy elfajzott énekes, vagy egy kutyaütő, nem tudom, irkász, vagy egy, ö, vagy egy volt komcsi, vagy egy volt besugó, vagy mit tudom én, tehát most csak sorolom a lehetőségeket, meg akiket én láttam korábban az Ön Akadémián, nem akarok én senkit megsérteni, de most már jó lenne, hogyha a magyar zenei oktatásban most már engednék szabadon a gyeplőt, már nem a kormányról beszélek, hanem a belső maffiákról, hogy már hallgassanak el a francba egyszer, és szégyeik magukat mégségesen, de ezek nem fogják, mert ezeknek csak a pofájuk volt mindig nagy, és az összehúzás, illetve az összetartás, amit tudunk, a teljesítmény az meg nukú. Na most ugye a művészet az egy szubjektív dolog, ezt tudjuk. De szégyen és gyalázat, hogy arra hivatkozik -e egy mainstream sajtótermék, hogy mindenki aláírt, és emiatt a Csák Jánosnak most ö, vissza kellett lépnie. Hát én akkor erre azt mondom, hogy ha nekem lenne hatalmam, és mögöttem lenne egy valak pénz, akkor bizony az egész garnitúrát kisöpörném. Vagy ha nem lehetne velük mit csinálni, jogilag, akkor nagyon egyszerűen létrehoznék egy új zenakadémiát. Ez megvalósítható külföldön is sokszor el, megtörtént. Nálunk Magyarországon, jaj, mi történik? Nem kell, bátran, nyugodtan. Úgyhogy én maximálisan drukkolok Vashegyi Gyurinak, ugyanis még egyszer mondom, emlékszem, amikor fiatalom, amikor még csak nevedgéltek rajta a Zenekadémia sötét aulájában ö, esténként, amikor bizony ő egyedül lelkesen összehozta a kórust, a kórusait és a kis zenekarait, Bújt a partitúrát, mint egy igazi művész csodabogár. Jó volt látni ilyet, miközben néztem a többi sarkú és egyéb ennézés az erős kifejezések érde. De a művész világ az ilyen, hogy rengeteg önjelölt embert lehet találni köztük, rengeteg náciztikust, rengeteg idegbeteget, és nagyon kevés igaz jó lelkű művész, akikre vigyázni kellene emberségesen. Nem eltaposni, sok kollégám ment rá idegileg és lelkileg. Úgyhogy nem akarok én senkinek a nevében beszélni, de ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon kényes téma a művészvilág. És az is tény, hogy baromira elegem ma, hogy amióta én tulajdonképpen a 33 éves korom óta nem nagyon figyelem, nincs is kedvem nagyon a magyarországi zenei életet, mert, ahogy mondtam, szinte mindenkit ismerek, és pontosan tudom, hogy alig-alig van egy-kettő. Nemzetközi szintű szólista vagy kamarazenész, aki megállni a hét a, a külföldi porondokon. Ez tabu. Én nagyon szeretném, hogyha elkezdődne egy, egy őszinte, nyilvános beszélgetés ebben a témában, és ne azt kellene olvasnom, mint mindig, itthon meg külföldön, hogy, hogy azért nem mernek megszólalni az érintettek, mert féltik az állásukat, meg a pénzüket. Hát ne féltsék! Uh, ugyanis akkor ez így fog menni, amíg meg nem halunk mindannyian. Ha ez nektek így jó, vagy nekik így jó, hát lelkük rajta. Egy biztos, senki nem olvasta el Norman Lébreknek a könyvét, a művészek és menedzserek, uh, amit egyébként angolul úgy uh, olyan címet adott neki a szerző, hogy Who Killed the Classical Music, When the Music Stop. Ez persze a magyar kiadó a címet átírta, jó magyar módon. Ezt a könyvet ajánlom mindenkinek, Sánk Jánosnak is, de a nagy közönségnek is még nagyon olvasmányos, és egy volt Londonban jó pár évvel ezelőtt, mert ez a, ez a zsidó kritikus vette a fáradtságot, és megírta, hogy mi újság a komoly zenei világban. És összegeket is írt. És megírta pontosan, hogy a Liszt Ferenc működése óta ment tönkre tulajdonképpen a komoly zenei élet, akkor jelentett meg list mellett a menedzserek. De ez egy más táltészta. Ami most kellene az, hogy bizony nem kéne finomkodni, hanem vagy a Keller Bandit, vagy más kiváló néhány magyar szólista közül valakit pozícióba hozni, hogyha akarják. Vagy ahogy mondtam, az egész Zene Akadémia tanári karát úgy, ahogy van, Megjátszatni, próbajáték, ahogyan szoktak bizonyos nemzetközi nagyzenekarokban x évenként újra próbajátékot tartani, hogy ne kuruljanak el, ne kényelmesedjenek el a zenekar zenészek, hú, ha mi lenne Magyarországon, te jó atya úristen, és akkor esetleg nem az operának az újra kinevezett szerencsétlen idézőjelben igazgatóját csesztetnék, hanem akkor én azt mondom, hogy lehet az Okovács Szilvesztert szivatni agyba főbe, lehet szimpatikus, antipatikus a csávó, minden lehet mondani. Én azt mondom, hogy az Operaház zenekarába csináljanak egy újra egy próba játékot, mindenkit játszhassanak meg, egy nemzetközi és egy magyar zsűrűvel együtt, és, és ezt ugyanúgy csinálják meg a, az énekesekkel, és mindenkivel. Na most ez lenne az, amikor mindenki valószínűleg frász kapna, ugyanis ezek a zenekarok sajnos megint erős szavakat kell használjak, tudjuk jól az a szakmában, elfekvők lassan. a szint a békos alatt van legtöbbször, és Magyarországon egyébként nem véletlenül hogy nincsenek próbajátékok a zenekarokban. Bárhol Nyugat-Európában voltam, és több próbajátékon kellett játszak, mint szólócsellista próbajátékon, vagy, vagy kisegítő szólista, nem tudom, hogy melyek magyarul lesz ott kőkeményen az embernek teljesítenie kell. Három fordulóban, versenymű, zenekari részek, stb. Magyarországon most már azt hiszem, hogy egy picit változott, de tulajdonképpen kimondhatom azt, hogy nincsenek zenekari prójátékok. Egy benfentes, belterjes, úcska eh, szisztéma van. Kihalásos alapon, mindenhol. Erről is kus van. Tehát teljesítmény hol van? Keller Andrást nem, nem tisztem nekem védeni. Szerintem ő az egyik ritka kivétel egyike Magyarországon aki igazi zenésznek mondható, és, és uh, sokkal jobb sorsot érdemelne az ennek a rával együtt, ahol egyébként volt kollégáim is játszanak, sok mindenek is ismerek. Tehát beszéltem a lehetséges megoldásokról, de az igazi megoldás az lenne, hogy most már bátran lépjen ki valaki a szakmából, és ne csak ilyen célozgatásos úcska mainstream média cikkeket kelljen nekem is olvasnom, hanem beszéljük meg a dolgainkat. Végezetül ismételni tudom csak önmagamat, hogy, hogy, hogy nagyon örülnék annak, hogyha nem csak politikai kérdésekben, ahogy ezt a YouTube-on és mindenfelé lehet látni, hogy alakulnak ilyen különböző műhelyek, és rengetegen nézegetik különböző YouTube csatornákat is manapság, hanem a réteg dolgoknak is, mert Magyarországon azért még mindig szerintem megérdemelnék az emberek, hogy a komoly zenei élet kapcsán, vagy az irodalmi élet kapcsán, kapcsán legyen valami jó kis, őszinte, kemény diskurzus. Vannak már jó jelek, de nagyon unom, hogy a szakmából mindenki csak hallgat, mint szar a fűben, és lapít mindenki. Lapít mindenki. Meg tudom érteni, de nem tudom elfogadni. Még annyit tudnék mondani, hogy ha nekem lenne hatalmam például a magyarországi komoly zenei életnek a tisztába rakásába, én nem finomkodnék. Pontosan tudnám, hogy kit kéne kirakni ebből az egész körből, és uh, ki kéne, kit kéne nyugdíjasztatni, bár mondjuk pénzt nem sajnálnak még azokra az illetőkre, menjenek el dolgozni. Eleget szívták mások vérét. És uh, ilyet nem látok. Én nagyon drukkolok az aktuális kormányzatnak, bár nem vagyok semmiféle fideszes uh, berkekben otthon, de nagyon drukkolok, például most Csák Jánosnak és Hosegi Gyurinak, és Kellernek is hogy bírják ezt a, ezt a mocskot, mert, mert valamikor tisztába kell rakni a dolgokat. Miért nem most? Úgyhogy, ha én tudok valamit az én kis világomból segíteni, mint egy szabad filmes, akkor állok elébe, mozduljunk meg, beszélgessünk. Egyet viszont most így a vége felé ki kell mondjak. Nincs bocsánat, fiúk, lányok. Bocsánat, csak akkor, hogyha bocsánatot kértek. Igen, tíz zenakadémiai professzoroknak titulált lélekgyilkosok. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek van, köztetek rendkívül jó ember is, de nagyon kevés. Hogy aláírtátok szinte kivétel nélkül ezt a bizonyos listát, illetve nyilatkozatot, euh, mélységesen undorodom tőletek, ugyanis pontosan emlékszem, hogy amikor én kicsi voltam, fiatal voltam, hogy a mentek tönkre körülöttem fiatal, zseniális, nagyon nagy tehetségű zongoristák és egyéb hangszeres művészek, akik közül sokan nagyon csúnyán végezték. És igen, ez a ti felelősségetek is, mert nem emberi módon bántatok velük, úgynevezett pedagógusok. Úgyhogy még egyszer mondom, tisztelt a kevés kivételek, de az igazi nagyok, azok már nincsenek közöttünk. Én nagyon szívesen borítom a bilit nevekkel és történetekkel, akár egy sorozatban is, de nem vagyok hajlandó egyedül csinálni. Leülnék a asztalhoz másokkal. Gyertek haza, külföldről, vagy, vagy akik épp meg a show bennem benne vannak otthon. Lám, mernétek? Jó lenne tisztabarakni a dolgainkat, nem? Szerintem jó lenne. De ezt ti tudjátok. Fogel Frigyes voltam, a Fogel média tulajdonosom. Minden jót.